Jó estét kívánok! Önök a Magyar Világot látják a Tartalomból. 15 éve került vissza Aradi köztérre Zala György monumentális alkotása, a Szabadságszobor, amely az 1848-49-es szabadságharcnak és hőseinek állít emléket. 1 milliárd 600 millió forinttal támogatja a magyar kormány a diaszpora magyarságát, valamint a Kárpát-medencei magyar oktatást és kultúrát, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 15 éve hunyt el Bori Imre akadémikus, irodalomtörténész, a vajdasági magyar kulturális közélet kiemelkedő személyisége. A Széchenyi díjas íróról az Újvidéki sírjánál emlékeztek meg családtagjai, kollégái és tisztelői. Híreink bővebben. 15 éve került vissza Aradi köztérre Zala György monumentális alkotása, a Szabadságszobor, amely az 1848-49-es szabadságharcnak és hőseinek állít emléket. A Szabadságszobor ma nem csak az aradi vértanúk emlékműve, hanem a jelenben zajló folyamatos küzdelemnek, a folyamatos szabadságharcnak a szimbóluma is a magyarság számára. A Szabadságszobor másfél évtizeddel ezelőtti kiszabadítása kétségtelenül az egész romániai társadalom sikertörténete, hisz bizonyítja, hogy együttműködéssel, a megbékélés szándékával leküzdhetők a nemzetiségek közötti ellentétek, az előítéletek. A 15 éves évfordulón olyan erdélyi magyar személyiségeket szólaltatunk meg, akik hozzájárultak a Szabadságszobor kiszabadításához. Markó Béla, az RMDS volt szövetségi elnöke szerint a szobor felállítása a fordulópontot jelentette a magyar történelem nyomainak hosszú-hosszú évtizedekre tehető közterekről való kiszorulása után. Ez volt az első olyan fontos eredmény, amely azt mutatta, hogy a többség, vagyis a román politikai vezetés elismeri, hogy a magyar történelemnek is helye van Erdélyben. Takács Csaba, aki abban az időben az RMDS ügyvezető elnöke volt, úgy véli, a Szabadságszobor kiszabadítása nem ragadható ki az akkori általános politikai kontextusból, hiszen ez egy szélesebb, számos kisebbségi célkitűzést megfogalmazó magyar kisebbségi program része volt. A politikai küzdelem, illetve a román pártokkal folytatott együttműködés eredményeként gyakorlatilag a 90-es évek végére jutottak el oda, hogy érdemi előrelépést lehessen elérni a szobor felállítása érdekében. Valahogy az aradi szobor mindig ennek az összképnek az egyik tételeként merült fel, egy nagyon erős szimbólumként is. Tehát nem állítom azt, hogy nem vált időnként dominánsá az aradi szobor kérdése, akkor, amikor erdélyi szobrokról beszélünk. Az aradi magyarság számára különös jelentőséggel bírt a szobor visszaállítása, hisz ezt az igényt a helyi RMDS már a szervezet megalapításakor megfogalmazta. Mi is abban nőttünk föl, hogy van valahol egy szabadságszobor, és a különböző legendák, történetek, hova vitték, hova tették. Hát ugye ez 1989. decemberre után élesen került terítékre az akkor alakuló megyei RMDS-nél elsősorban. Ugye elkészítettek egy jelképes 12 pontot, és annak az egyik pontja az volt, hogy a Szabadságszobor helyreállítása. A Szabadságszobor ünnepi felavatására nem október 6-án, az aradi vértanúk napján, hanem 2004. április 25-én került sor. Különleges pillanat, különleges nap volt ez a résztvevők számára, akik azt érezhették, hogy valami megváltozott, valami jobbra fordult a magyarság életében és a román-magyar együttélésben is, és nem is sejthették azt, hogy 10-15 évvel később a nacionalista nyomás ismét erősödni fog. A Szabadságszobor így nem csak az aradi vértanúk emlékműve, hanem ennek a jelenben zajló folyamatos küzdelemnek, a folyamatos szabadságharcnak a szimbóluma is. 1 milliárd 600 millió forinttal támogatja a magyar kormány a diaszpora magyarságát, valamint a Kárpát-medencei magyar oktatást és kultúrát, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János elmondta, a támogatások célja a magyar nemzeti azonosság tudat erősítése és a szülőföldön való boldogulás elősegítése. 1,6 milliárd forinttal, vagyis mintegy 5 millió 300 ezer euróval támogatja a magyar kormány a diaszpora magyarságát, valamint a Kárpát-medencei magyar oktatást és kultúrát, jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János elmondta, a támogatások célja a magyar nemzeti azonosságtudat erősítése és a szülőföldön való boldogulás elősegítése.
2010-ben nem csak egy szimplán kormányváltás történt meg Magyarországon, hanem a nemzetpolitikában egy radikális irányváltás történt meg. 2010 és 2014 között a keretrendszert dolgoztuk ki, amiben azóta is a nemzetpolitika tud működni. A Kárpát-medencei magyar oktatásra és kultúrára elkülönített 1,1 milliárd forint, azaz amint egy 3 millió 600 ezer euró, a legnagyobb keretösszegű nemzetpolitikai pályázat. A fennmaradó 500 millió forintot a diaszpóra magyarságára fordítják. Különböző programok támogatására, egyházi és civil szervezetek működésére, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztésekre és ingatlan beruházások támogatására idén is több ezer pályázat érkezett be. A különböző régiók körülbelül azonos nagyságrendben szerepeltek, mint a tavaly, tehát mindig a pályázatok elbírálásánál megnézzük azt, hogy mekkora a területnek a nagysága, és az ott élő magyar népességnek a száma, és arányosan próbáljuk elosztani a pályázatokat. A regionálisnál és a központinál 5040 pályázat érkezett be, és ebből 2812-t támogattunk. A Magyar Kultúráért és Oktatásért felvidéki regionális felhívására 599 pályázat érkezett be, ebből 468 pályázat nyert támogatást. Az eredmények megtekinthetők a bgazrt.hu weboldalon. A magyar nyelv köztereken való megjelenítésének fontosságáról, a romániai magyarságot ért jogsértések európai bemutatásáról és a megbírságolt önkormányzati vezetők támogatásáról tartottak sajtónyilvános beszélgetést a Korondi Községházán. Az eseményen ugyanakkor a korondi polgármester megsegítésére szolidaritási alapot hoztak létre. A magyar nyelv nyilvános használatáról szervezett sajtó nyilvános beszélgetés helyszínének kiválasztásakor nem véletlenül esett a Korondi Községházára a választás, hiszen a település polgármesterét éppen a Községháza szófeliratként való használatáért bírságoltak meg rekordnagyság összeggel, közel 100 ezer euróval. Ennek kapcsán Vince Lóránt EP képviselőjelölt és FUEN elnök elmondta, ilyen esetekben a politikai vezetőknek három kulcs feladata van. A mi teendőnk is politikusokként, közéleti vezetőkként, az egyik a szolidaritás, a másik a nyilvánosság, a harmadik pedig a szabályozás. A szolidaritás, hogy a magyar közösségünk összezárjon a vezetői mögött, támogassa őket, ezeket a elképesztő bírságokat dobjuk össze a közösség, és vállaljunk szolidaritást anyagi értelemben is. Az udvarhelyszéki polgármesterek találkozóján ennek egyében úgy döntöttek, hogy szolidaritási alapot hoznak létre, gyűjtést szerveznek a bírság kifizetésére. Ehhez csatlakozott a FUEN elnöke, aki elmondta, ha véglegessé válik a döntés, európai szintű gyűjtést is szerveznek. Az Európai Kisebbségek Ernyő Szervezete egy platformot is indít a kisebbségi jogsértések vizsgálatára azzal a céllal, hogy felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a korondihoz hasonló ügyekre. 15 éve hunyt el Bori Imre akadémikus, irodalomtörténész, a vajdasági magyar kulturális közélet kiemelkedő személyisége. A Széchenyi díjas íróról az Újvidéki sírjánál emlékeztek meg családtagjai, kollégái és tisztelői. Az eseményt a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék szervezte. Bori Imre 1929-ben született Bácsföldváron. Élete során többek között íróként, irodalomtörténészként, egyetemi tanárként és kritikusként is nagy tekintélyre tett szert a vajdasági magyar kulturális közéletben. A vajdasági magyar irodalomnak nem csak irodalomtörténésze volt, hanem elméletírója is, teoretikusa is. Bori Imre volt az a szerencsés ember, én úgy szoktam mondani, aki pontosan tudta, hogy ki a vajdasági magyar író, és mindenkit be is vett az irodalom történetébe. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy integráló személyiség volt. Olyan integráló személyiség, amilyenre ma is szükség lenne az irodalmi életünkben. Bori Imre 20 évig szerkesztette a Híd folyóiratot, valamint az Újvidéki Magyar Tanszék tanszékvezetőjeként is tevékenykedett. Nekem az egyik legkedvesebb tanárom volt a Bori tanár úr. 20. századi irodalmat és kapcsolattörténetet tanított nekünk. Akkor még ilyen nagy tantárgyak voltak, tehát négy fél éven át tanultuk a 20. századi irodalmát. És rendkívül érdekesek voltak az előadásai, amikor megcsillantott valamit a hatalmas tudásából. Bori Imre személye és munkássága olyan hagyományt teremtett, amely követhető és követendő is, hangzott el a megemlékezésen.
Ózer Ágnes muzeológus, Bor Imre lánya az édesapjával eltöltött éveket idézte fel az eseményen. Ő otthon ülő, otthon dolgozó ember volt. Csak akkor ment el hosszabb, rövidebb időre otthonról, amikor vagy kutatni ment ahhoz, hogy írni tudjon, vagy valamilyen tudományos konferenciára, vagy vendégszerepelni valahova. Tehát egy, mondjuk rá, hogyha jobban fel kéne térképezni az életét, hogy hol élt, akkor egy ilyen Újvidék, Csóka, Szabadka egy időszakban, és Bácsföldvár közé illeszteném be ezt a mi családi világunkat. A megemlékezést követően Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint az Újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék képviselői is megkoszorúzták Bori Imre sírját. Interetnikus hagyományőrző fesztivált szerveznek Marosvásárhelyen. A május 17-19 között zajló eseményt a Maros Művész Együttes és a Spektrum Színház közösen szervezi. Céljuk pedig az, hogy bemutassák a román cigány szász és magyar hagyományokat. Több százezer ember él kisebbségben Romániában. Együtt élünk, mégis a kultúránk ünneplésére kerül a sor, mindenki elszigetelve ünnepel. Ezen változtatna a Maros Művész Együttes és a Spektrum Színház legújabb rendezvényükkel, a Folk Fórummal. A május közepére tervezett fesztivál jó alkalom arra, hogy cigányok, románok, magyarok és szászok együtt ünnepelhessenek. Ez a fesztivál lehetőséget ad arra, hogy betekintést lássanak, kapjanak azok az emberek, akik ellátogatnak erre a fesztiválra, vagy akik keveset tudnak akár a szász kultúráról, a roma kultúráról, a román vagy a magyar kultúráról. Ezre a négy etnikumnak a jelenléte egy fesztiválban talán korábban nem volt jelen, ezért különleges ez a rendezvény, ugyanakkor izgalommal készülünk erre a rendezvényre. A művészegyüttes igazgatója szerint nem kis munka összefogni a négy kultúrát, azonban több éve tartják a kapcsolatot mindenik kultúra adatközlőjével. Török István, a Spektrum Színház igazgatója szerint nem új keletű az ilyenfajta adatgyűjtés, hiszen Kallós Zoltán is hasonló módon tette mindezt. Ezek a népdalgyűjtők, és nem csak ők, hanem Vikártól mindenkiig közösen gyűjtött, és ezek a kultúrák itt teljesen együtt alakultak ki, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy egymástól elszigetelve. Most is azon vitatkoznak, hogy melyik ki és a többi, ami önmagában nem baj. Tehát ez az ötlet, ez innen jött. A fesztivál helyszíne a Marosvásárhelyi vár, az odalátogatók pedig több mint 50 program közül választhatják ki a számukra legkedvesebbet. Fellépnek például a Szabadkai Rona Néptánc Együttes, az Eleki Román Hagyományőrzők, továbbá a Mékeréki Hagyományőrzők is. Mindezek mellett gasztronómiai fogásokat kóstolhatunk, hagyományos népi mestereket nézhetünk majd meg munka közben, és természetesen kicsik és nagyok egyaránt letáncolhatják a cipőjük sarkát a táncházak és néptánc oktatás során. A vajdasági Temerinben a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület és a helyi lovasklub fiataljai idén is lovaskocsin, zeneszóval és vödörrel indultak útnak húsvét hétfő reggelén. Takarosan megterített asztalkával készültek a temerini lányok a locsolkodó legények fogadására. Magyar Vivienhez először látogattak el a vödörrel érkező legények, így nagyon várta az érkezésüket. A hagyomány szerint, és hogy nagyra nőjenek, hogy kiviruljanak, mint a virágok. Szerinted találsz-e legényt ott a kocsin? Á, már van. Miközben Vivien a legényeket várta, a kocsik már el is indultak a helyi tájház udvaráról. A Művelődési Egyesület és a Lovasklub fiataljai zeneszóval járták körbe a települést. Egy néphagyomány ugye addig él, ameddig vannak emberek, akik ezt éltetik, és mivel, hogy most mi vagyunk soron, akik ezt tovább éltetjük, már egy pár éve, és előttünk is már jó pár éve működött ez a dolog, ezért nem akarjuk adni azt, hogy ez kihaljon, hanem valahogy próbáljuk továbbvinni, továbbadni a fiatalabbaknak is majd. Kit húsvétkor nem locsolnak, hervad virág lesz majd holnap. Ne fuss el, hát szép virágom, locsolónak csókjál hálam. A húsvéti locsolkodás hagyománya évszázados múltra tekint vissza Temerinben.
örülünk annak, hogy a húsvéti locsolkodás, meg a vetlemi játék, ez még elevenen él az ember. Tehát állandóan ápolták, az újabb, mert újabb generáció mindig követte az őseik szokását. Erdélyéknél 4 leányzó várta a tavaszi felfrissülést. Húsvét hétfőn évek óta hajnalban kelnek, hogy méltón fogadják a locsolkodókat. Általában ilyenkor korán kelünk, sütünk, hogy friss kiflivel vagy pogácsával várjuk a kedves locsolóinkat. Aztán meg türelmesen várunk, míg ide nem érünk, és aztán megtörténik, lelocsolnak. Hát most ebben az évben, én ha jól szóval, a 6 vödörrel kaptunk, és tetőtől talpig vízesek lettünk. A háziak vendéglátását követően a temerini legények ismét kocsira pattantak. Magyar nyelven is boldog húsvéti ünnepeket kívánt Klaus Johannis román államelnök, aki evangélikus vallásuként Nagyszebenben töltötte az ünnepeket. Az elnök 4,5 év hivatali ideje alatt eddig egyszer sem szólalt meg magyarul. Akárcsak az előző években, az idén is Nagyszebenben ünnepelte a húsvétot az evangélikus vallású Klaus Johannis államfő. A nagyszebeni Szent Háromság plébánia templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően 3 nyelven fogalmazta meg az üzenetét a templom előtt rávárakozó újságíróknak. A kresztinilor, care sărbătoresc astăzi vierea Domnului, le spun Hristos a înviat, froi ostern, boldog húsvéti ünnepeket. Klaus Johannis az idén mandátuma 5. évét tölti, de korábban soha nem szólalt meg magyarul, sem karácsonykor, sem húsvétkor, sem újévkor, még egy üdvözlet erejéig sem. Továbbá a posztkommunista időszakban ő volt az egyetlen államelnök, aki tüntetően hallgatott minden év március 15-én, soha nem üdvözölte az ünneplő magyarságot. Az idén ősszel azonban államfőválasztásokat szerveznek, és Johannis újraezni készül. A felvidéki Füleki vár húsvét hétfőn hagyományos ünnepi rendezvénnyel várt az érdeklődőket. A Palóc húsvéti már 14. alkalommal valósult meg, a főszervező Füleki Városi Művelődési Központ idén is gazdag programot kínált. A hangsúly a helyi értékekre, a palóc hagyományokra helyeződött. A Füleki vár húsvét hétfőn hagyományos ünnepi rendezvénnyel várta az érdeklődőket. A Palóc húsvét immár 14. alkalommal valósult meg. A főszervező Füleki Városi Művelődési Központ idén is gazdag programot kínált. A hangsúly a helyi értékekre, a palóc hagyományokra helyeződött. Természetesen a palóc hagyományokat igyekszünk elsősorban bemutatni. Ez megjelenik elsősorban a kézműveseknél, akik különböző tojásfestési, illetve tojásdíszítési technikákat mutatnak be, ez a Motola baráti kör. De igyekszünk a szlovák kultúrát is megmutatni, így az idén szlovák kézművesek is érkeztek, akik a drótozást és szintén tojásdíszítési technikákat mutatnak be. Az idén a Motolla kézműves baráti kör a Palóc húsvétre 6 foglalkozással készül. Ennek zöme tojás díszítés valamilyen formája, van madzaggal díszített, tehát ilyen színes hímzőfonallal díszített tojások az egyik kolléganőnknél, aztán nemes tojás készítés, Judit kanál, nagyon érdekes technológia, marackmagra nemezelnek a gyerekekkel, a mellette lévő Andrea, Anderko Andrea maratott technikát használ, ez azt jelenti, hogy a befestett tojásra visszamarja a kecettel és egy hurkapalca segítségével a motívumokat. A feleségem, Tünde, ő hagyományos ipolymenti tojásokat ír, batikó technikával, és a végén a 6. műhely Fruzsi pedig mézes kalácsokat díszít. A népi bútorfestés alapjait pedig Benkopálnál lehetett elsajátítani, akinél hagyományos ecsetnyomos technikával könyvelzők készültek. A gyermekekre továbbá a mesekuckó, arcfestés, kézzel hajtott körhinta, különféle ügyességi versenyjátékok, lovagoltatás és íjászat várt. A várudvarban és a Várfelső utcában kirakodó vásár, a rendezvény helyszínén helyi ételek kóstolója és ételszentelés, valamint húsvéti locsolkodás gazdagította a programot. Hányítjam ma meg én a szőrös, nem biztos az? Fel a szoknyát, le a bugyit, hányítjam meg én a húsvéti nyuszi. Nem fogod, amely nézik így, meg a szoknyára is. A rendezvényre látogatók idén is határon innen és túlról érkeztek.
Üde színfoltjai voltak a közönségnek a betyár és csikós viseletben érkezők. Van egy 150 tagú betyártársaság, aki az ország minden területéről, sőt Németországból, Svájcból és Ausztriából haza szoktak jönni a rendezvényekre. Ebből most egy kis mag jött velünk. A férjemmel lehet látni egy fenekelt újú szűrt, ami egy eredeti nógrádi szűr, ez kézzel hímzett szűr, és a többieknek ugye betyár viselete van. A vártövében felállított szabadtéri színpadon folklór együttesek léptek fel. A Hollókői Húsvéti Fesztivál mellett ez Nógrád legismertebb ünnepi rendezvénye. Erről tanúskodott a látogatók száma is. A húsvéti szokások az eszemiszomot leszámítva már a tájainkon is kihalóban vannak. Vannak helyek azonban, ahol tudatosan éltetik a locsolkodás, vagy ahogy a felvidéki Abaújban mondják, az öntözködés hagyományát. Ilyen a Kassa árnyékában megbúvó Nagyida, ahol az Irosfai Sejmes Péter néptánc együttes tagjainál már 65 éves szokás, hogy ilyenkor népviseletben látogatják meg a lányos házakat településükön, illetve a környező falvakban. A húsvéti szokások az eszemiszomot leszámítva már a tájainkon is kihalóban vannak. Vannak helyek azonban, ahol tudatosan éltetik a locsolkodás, vagy ahogy Abaújban mondják, az öntözködés hagyományát. Ilyen a Kassa árnyékában megbúvó Nagyida, ahol az Irosfai Sejmes Péter néptánc együttes tagjainál már 65 éve szokás, hogy ilyenkor népviseletben látogatják meg a lányos házakat településükön, illetve a környező falvakban. A nóta közben karikás ostorral is cserdítgetnek, ezzel is elűzve a hideget és minden rosszat a környékről. A legszebbre most láttam, hogy öntözzem, alig láttam. Szabad el a csont! Öntsed! A felszállott a Páva tehetségkutató versenyből is ismert ilosvai fiú táncosai a 10-11 fokos kinti hőmérsékleten kuti vízzel öntözték meg a lányokat, nehogy elhervadjanak. Számomra ez egy nagyon szép hagyomány, ugyanis évek kezdett mindig anya megérkezett egy takaróval. Szomorúan figyeltem, hogy egyre kevesebben járnak locsolkodni, és most nagyon boldog vagyok, hogy a környező falvakból, a nagyjából velem egy idős fiúk bandába verődnek és meglátogatják a lányos házakat. És boldog vagyok, hogy engem is meglátogatták. Pillanat, csak át kell ismételni. Aztán itt nem lehet gond. A jó barát mindenben kisegít. Húsvét másodapján mi jutott eszembe, üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad elocsolni? Szabad. Nekem nagyon rosszul esen nem jönnének el, az biztos. Örülök, hogy jöttek. Bejártam a félvilágot, láttam sok-sok szép virágot, de a legszebbre most találtam, kérdezem hát, locsolja? Tótéknál már Marci verse is kerekre sikerült. Nem hervadok el egy évig, sőt, több mint egy évig. A nagyidai Ilosvaiban komoly műhely munka folyik. A hangsúly a néptáncon van, de a hagyományok éltetése mellett az emberség, a tartás és a magyar értékőrzés szintén a kult szavaik közé tartozik. A fiatalok játékosan sajátítják el az értékközpontúság fogalmát, amit folyamatosan magukévá is tesznek. Második otthonukban és családjukban, az Ilosvai Magyar Házban. Az öntözködő legénybandát egy pár éve Kupec Zsolt vezeti. Az Ilosvai Sejmes Péter néptánc együttes már több mint 65 éves, és szerintem 65 éve egy évet se hagytak ki locsolkodás nélkül, most hát én nem tudok róla, mióta én élek, azóta még egyet se hagytunk ki. Öröm, mivel hogy régen jártak, mikor mi voltunk lányok, aztán valahogy elfogyott ez a szokás, és mivel hogy ilyen hagyományőrzők, hát ez nagy öröm. Mindig szeretettel fogadnak minket, sőt varjak is, és biztos megharagudna mindenki, hogyha nem jönnénk. Lányok, kikeniki, itthon vagytok? Nagyon fontos éltetnünk ezt a hagyományt, mivel utóbbi időben nagyon sok hagyomány kiveszőben van, úgyhogy lényegében minden rögbe tekintenünk, mint egy kincsre, amit őriznünk kell. És élnünk kell vele. Én mindig szívesen jövök, mivel ez szerintem buli és hagyomány egyben, mivel jól érezzük magunkat itt fiúk, és közben pedig ápoljuk az őseinknek a hagyományait. Szóval ez mind a kettő egyben, és jó látni, hogy még vagyunk fiatalok, akik ezt őrizzük. Tudásom, édes muzsikásom, fújj fel a dudádat, csapd össze, bol.